A Mi Hazánk mozgalom az elmúlt napokban, elmúlt hetekben hatalmas nagy szimpátiával figyelte a Volánbusz dolgozók bérharcát. Példaértékű, amit a Szolidaritás Autóbusz Közlekedési Szakszervezet és Dobi István végzett, és természetesen az is nagyon fontos, amit a többi szakszervezet végzett, és most úgy tűnik, hogy sikerült egy kisebb fajta sikert elérniük, ugyanis az első sztrájkot megelőző időszakban Lázár János közlekedési miniszter csak egy 6-8%-os béremelési javaslattal állt elő, majd utána jött az első sztrájk, utána még meg is fenyegette a Volánbusz dolgozókat, hogyha sztrájkolni merészelnek, akkor nem lesz béremelés. Ők azonban nem hátráltak meg, újabb sztrájkot szerveztek az elmúlt napokban, és ennek eredménye az lett, hogy lényegében végül is háromszoros béremelést tudtak kiharcolni ahhoz képest, ami Lázár János első ajánlata volt, tehát egy 17,5%-os béremelést harcoltak ki a Volánbusz dolgozók. Az eredeti célkitűzés ugyan 25% volt, és mi azt gondoljuk, hogy tovább kell folytatni a harcot ezért, hogy ez meglegyen, de ez is siker jelen körülmények között, már pedig azért, mert rámutat arra, hogy igenis van értelme akár sztrájkolnia a magyar munkavállalóknak, igenis van értelme keményen kiállni az érdekeikért, és ebben a harcban a Mi Hazánk mozgalomra mindenkor számíthat valamennyi magyar dolgozó, úgyhogy összegezve csak azt tudom mondani, hogy gratulálunk a magyar dolgozóknak, a Volánbusz dolgozóknak, és csak így tovább, és mellettük leszünk.